egy csodálatos embert fogok önöknek megmutatni, illetve hát arról az alapítványról szeretnék beszélni, amely azért alakult, hogy az ő gondolatiságát, életfelfogását, azt a szemléletmódot, hogy fontos a mozgás az életünk mindennapjában, ezt képviselje. Fogok beszélni a gyaloglóklubokról, mint az egyik égkövéről a Saci hagyatékának, illetve hát a tájékozódási futás népszerűsítése a legfontosabb, amit ő életében képviselt. A nővére megszállottja volt a természetnek, mikor frissen végzett fizika, matematika szakos tanár volt, a diákokat a teremből kivitte a parkba, és ott tanította a matekot, a téglalap oldalát ott mérték. Tehát ilyen képtelen dolgokra is képes volt. És hát ennek az volt az eredménye, hogy diákok megszállottként követték őt a hétvégeken túrázni, kirándulni. Milyen sikerei voltak Sacinak, erről órákig lehetne beszélni. Én csak néhányat villantottam föl, ugye, rendkívüli egyéniség volt, óriási elszántsággal, akarattal, egy olyan megszállottsággal, ami nála sport sikerekben hozott gyümölcsöt. Tulajdonképpen mindenki tudja róla, hogy világbajnok volt, az első magyar tájékozódási futó világbajnok, de ennél sokkal fontosabb volt, hogy megnyert egy O-ringent, ez az orientering skandináv verseny, ez egy 5 napos viadal, és az 5 nap eredménye számít. A világbajnokság az 3 nap eredménye, és ő volt az első nem skandináv, aki megnyerte ezt a versenyt. A svédek ismerik is a nevét, tehát olyan szinten ismert volt. 14-szeres magyar bajnok volt, 6-szoros sífutó bajnok, a nem hivatalos női maratónén, akkor még nem volt a nőknek külön maratóni rendezve, második lett, ez egy világbajnokság volt Atlantában, és hát rengeteg elismerést kapott a munkáját, köztársasági elnöki érdemrendet, Prima Primissima díjat, magyar érdemrend, tiszti keresztjét, nemzetsportolója címet, és így tovább, és így tovább. Amihez hozzájárult a nővérem, az élete során, hát még a 70-es években a rádióval közösen elindította a futókocogó versenyeket, ő volt a Futapestnek az egyik alapítója, ami tulajdonképpen az első lakossági szabadidős klub volt, aztán részt vett a Nemzetközi Tájékozódási Futószövetségnek az elnökségében, alelnök is volt, elnökhelyettes, Magyar Tájfutószövetségben is elnökségi tag volt, a Veselényi Miklós Sport Közalapítványban volt 91-től 2004-ig először tag, majd annak az elnöke. A Magyar Mozgásprogram kidolgozásában részt vett, népegészségügyi program, testedzés alprogramjában, a Tabáni Spartakusznak volt a társadalmi elnöke, Nemzeti Szabadító Sport Szövetségének az elnöke, az idősügyi tanács tagja, a Magyar Szabadidősport Szövetség alelnöke, MOB alelnök szabadidősportért felelt. Tehát rengeteg olyan funkciót elvállalt, ahol tudott nyüzsögni, tudta fertőzni a maga szemléletmódjával a körülötte lévőket. Itt a teremben többen ülnek olyanok, akik élvezték a társaságát, a megszállottságát és az előadásait hallhatták. Egy nagyon érdekes fordulat volt 1978-ban a kullancs betegségénél, mert itt az ő Isten hite, Isten kapcsolata elmélyült, ahogy a betegségéből fölgyógyult. Ő 7 napig volt kómában, és onnan jött vissza. Ezt is mindig nagyon viccesen magyarázta el a különböző eseményeken, hogy hát a Jóisten húzta a strigulákat, hogy hányan imádkoznak érte, és amikor az 1001. ima megjött, akkor azt mondta, jó van, maradjon még pár évet. Ezt nagyon jól tudta előadni. Hát ami az alapítványnak, ami ez év márciusában került bejegyzésre, a 3 fő célkitűzése, hát az egészséges életmód, a gyalogló idős klubok, illetve a tájékozódási futás népszerűsítése. Az alapítvány kuratóriumának az elnöke az a fia, dr. Feledi Botond, illetve hát a kuratóriumban sikerült megnyernünk olyan elnökségi tagokat, mint Kocsis Árpád, aki, mint hallottuk, most éppen covidos, Korik Vera, aki tavaly átvehette, Novák Katalin, akkor még családügyi miniszterasszonynak a Monsport Sarolta az idősekért díját, illetve a kuratórium egyik tagja még Kovács Balázs is, a Magyar Tájfutószövetségnek az elnöke.
Nagyon sok mindent lehetne mesélni arról, hogy a szemléletmód, az egészséges életmód mit jelent, de hát tulajdonképpen már elhangzott a rendszeres mozgás, illetve a kiegyensúlyozott táplálkozás, és itt a nővérem, ahogy idősödött, tolódott át az ő fókusza arra a rétegre, amelyik éppen az ő korosztálya volt, tehát amíg versenyző volt, a versenyzőkért tett nagy dolgokat, aztán nyugdíjasként 60 fölött pedig az időseket segítette abban, hogy egészséges, tartalmas, épp életet tudjanak élni. Az országos gyalogló idősklubokról annyit kell tudni, hogy 2017-ben indult el. Novák Katalin elvállalta még családügyminiszterként a fővédnökséget, és most, mint köztársasági elnökasszony is vállalja továbbra is, hogy ezt a feladatot olyan fontosnak tartja, hogy ő fővédnök ennek a mozgalomnak. Itt elsősorban 60 pluszosokra koncentrál a klub, de természetesen jönnek a nagyszülőkkel az unokák, és ezt örömmel látják a klubszervezők. A fő üzenet, hogy gyógyszer helyett mozgás, tehát az, aki rendszeresen hetente 2-3-szor 40 percet gyalogol, az már tett valamit az egészségért. Illetve van még egy nagyon fontos hozadéka a klubnak, hogy a magánytól megmenti az özvegyeket, a magányosan élőket, tehát egy társaságot is biztosít. A gyalogló klubok szervezete alulról fölfelé építkezik, a településen vagy egy megszállott volt sportoló, idősödő sportoló vagy egy polgármester segíti a klubok tevékenységét, vagy pedig heti egy-két alkalommal egy jó szervező szervezi. Itt a rendszeres mozgása a cél. A feladatunk a jövőt nézve a hálózat bővítése, tehát jelenleg 120 gyaloglóklub működik, körülbelül 1000 taggal. Szeretnénk, hogyha minél több helyen, minél több településen gyalogolnának az idősek. Egy másik tevékenység az alapítványnak, hogy a maratoni futáson, a Spár maratonon jelen voltunk, van egy szponzorunk, az MVM Paksi Atomerőmű, és egy emléksátrat is berendeztünk a Saci különböző képeivel, sikereivel díszítve, illetve ezzel példát adva. Ő is ugye a maraton versenyeken itt mindig drukkolt a vége felé már a nyugatinál a felüljárón azoknak, akik odáig eljutottak, hogy még azt az emelkedőt ügyesen leküzdjék. Van egy nagyon megható film arról a pillanatról, amikor egy férfi kezet csókolt ott futás közben egy pillanatra megállva Sacinak, és ezzel fejezte ki a tiszteletét. A legutóbbi versenyen most októberben 17 ezernél több induló volt. Szintén emléksátrat mozgatunk a különböző rendezvényeken, így a tájfutó versenyeken is. Most az őszi Spartacus Kupa, ami nővérem emlékére volt megrendezve november elején, ott egy emléksátorban felállítottuk a képeket, reklámtrikókat, illetve hát 1370 versenyző indult el ezen a 70. tájfutó kupán. Kapcsolódunk az Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramjához, tehát a gyalogklubokat olyankor, mikor ez szűrőbusz egy-egy városba érkezik, mozgósítjuk, hogy a szűrésen vegyenek részt, itt például Soltot látjuk példaként. Említettem, hogy Novák Katalin ma köztársasági elnök asszony, de korábban egy olyan díjat alapított, amely az időseknek az elkötelezettségét ismert el a mozgás mellett, és ez a tavalyi díjátadón készült. És 6 napja vehette át a Monspart Sarolta díjat, tájfutásért díjat Tamás is, és kérem, hogy tapsoljuk meg, mert ez egy különleges elismerés. Köszönöm szépen. Különleges elismerés az ő munkájáért, illetve Meronka Péter volt még a másik díjazott. Itt azokat díjazták, akik a médiában különösen sokat tettek, illetve hát az életük olyan meggyőző, hogy jó példát szolgáltatnak. Összefoglalásként Saci üzeneteiből rengeteget lehetne üzenni, filozófikus mélységű könyveket írt. Ezek közül, amit itt az önök figyelmébe szeretnék ajánlani, a Mozogj rendszeresen, tehát ha Monspart Sarolta neve az eszükbe jut, akkor ezt feltétlenül és minden nap javaslom, hogy mozogjanak. Köszönöm szépen a figyelmet!